Több mint 1400 tő marihuánát találtak a rendőrök ennek a gyírmóti családi háznak a padlás terében. Ezeken a rendőrségi felvételeken jól látszik, hogy a kanabiszt professzionális körülmények között hatalmas mennyiségben termesztették és nevelték. A pontosan 1427 élő növény mellett a nyomozók 191 már szárításra levágott növényt foglaltak le, melyeknek becsült összértéke meghaladja a 200 millió forintot. A helyiek meglepődtek a hírhallatán, és azt mondják, gyírmó eddig hasonló még nem történt. Itt még nem történt semmi se. Jó, megbízható emberek vannak, tehát nem tudok semmi negatívot mondani. Hát itt a helyiekre meg, de most már van bevándorult annyi, mint a hétkorság, úgyhogy fordul a kocka. Nem jó felé. A drogültetvény két termesztőjét a rendőrök a Belvárosban fogták el. A megyei rendőrfőkapitányság az 55 és 38 éves győri férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indított eljárást. A továbbiakban a készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája kezeli az ügyet.